Nächste Donauwelt aus Ungarn. Achte der Kraft. Csillag Tünde. Tünde Csillag. Az elmúlt időszakban egy bokasérülés nehezítette a felkészülését. Ennek ellenére a selejtezőben nagyon szépen bemutatta a gyakorlatát. Tsukahara. A selejtező után nagyon boldog, hogy bejutott életében, pályafutása során először egy Európa-bajnokság szerenkénti döntőjébe. És megpróbálja a döntőben is pontosan bemutatni a gyakorlatát. Ha ez sikerül, akkor előrébb lehet lépni ebből a 8. pozícióból. Két és fél csavar. Csillag Tünde. A szombathelyiek kiválósága. Rácz Gábor tanítványa. 19 esztendős. Draskó címre mondta azt, a női válogatott szövetségi kapitánya még az EB előtt, az a vágya, hogy Böcögő Dorina bejut a legjobb 24-be, tehát az egyéni összetett döntőbe, és ott minél jobb eredményt ér el, ugye tudjuk, Dorina végül 17. lett, illetve Csillag Tünde esetében bízott abban, hogy talaj gyakorlatát jól bemutatva esetleg finalista lehet. Az imént a kilépést, amelyért egy tizedet levonnak majd. Tizenhárom egész tizenöt század. Ezzel pillanatnyilag harmadik. Belokobirskaja az első.